A Csokonai Könyvtárban jelenleg két munkanapon, kedden és csütörtökön délután 13 óra és 17 óra között lehet kölcsönözni. Lehet a Dériné telefonján is könyvet kérni, de személyesen ez a heti kétszeri két óra, konkrétan a Csokonai Könyvtár épületében zajlik személyesen a polcokról történő válogatással. Köszöntöm én is a TV nézőit. A Csokonai Könyvtárban jelenleg két munkanapon lehet kölcsönözni, kedden és csütörtökön, délután 13 és 17 óra között. Lehet telefonon is könyvet kérni, de személyesen is, ez a 13 és 17 óra között, ez konkrétan a Csokonai Könyvtár épületében zajlik, személyesen a polcokról történő válogatással. Ebben az évben is ugyanannyi, mint az elmúlt években, a felnőtt beiratkozási díj 1500 forint, a 16 éven felüli diákoknak meg 800 forint erre az évre. A könyvtárközi kölcsönzések is az ország egész területén korlátozásra kerültek, ugyanúgy nálunk is, hogy próbáljuk a nagyon sürgős igényeket teljesíteni, de a könyvtárközi kölcsönzés az részlegesen zajlik. Nagyon népszerűek a krimik, főleg a skandináv krimik. Népszerűek még a szerelmes regények, a gyerekek körében az ifjúsági regények, mesekönyvek. Nagyon népszerűek a krimijeink, főleg a skandináv krimik. Népszerűek még a szerelmes regények, a gyerekek körében az ifjúsági regények, mesekönyvek. Hát most a helytörténeti kutatás az nem tudjuk biztosítani a helyet ennek a tevékenységnek, mert az épület az energetikai szempontok miatt sajnos nem teljes egészében fűthető, így csak könyvkölcsönzésre van lehetőség. Az idősebbek a papíralapú könyveket szeretik, a fiatalok már azért a digitális e-bookos könyvolvasásokat részesítik előnybe, de úgy tűnik, hogy kezdenek visszaszokni a könyvtárba. Árulta el a szakember, akitől megtudtuk, hogy az elmúlt évben több mint 1500 példánnyal gyarapították a könyvállományukat. Ezek a könyvek is kölcsönözhetőek már. Az elmúlt évben nagyon sok könyvet szereztünk be, több mint 1500 példányba gyarapítottuk az állományunkat. Feldolgoztuk őket, és már az olvasók kezébe is legnagyobb része került is olvasásra.